Sok szeretettel köszöntöm nézőinket. A Párosan Szépnek ezúttal négy vendége van, mind a négynek komoly köze van a birkózáshoz. Friss világbajnokunkat hadd üdvözöljem először, Bácsi Pétert, aki kicsi gyerekkora óta bácsi, aztán Lőrinc Viktor, Lőrinc Tamás, és külön szeretettel és gratulációval üdvözlöm Struhás Györgyöt, a szövetségi kapitányt, aki ugye hát most azt hiszem, hogy büszke lehetsz a fiaidra, ugye? Ez egy jó eredmény azért. Itt vannak előttem az érmek, itt felálligattuk, majd ezt lehet, hogy el is fogjuk mozdítani. Ez az arany, ez akkor a Bácsi Péteré, ugye ezt te hoztad, nem volt nehéz egyébként, ezt majd megmutatjuk úgy közeligben is, mert megcsináltunk felvételeket, szóval nem volt nehéz a lelked. Szerencsére azért elbírom, úgyhogy annyira nem. Viktor, te tudod, hogy melyik a tiéd? Mert ti mind a ketten bronzolnak. A súlykategória, úgyhogy szerintem úgy tudjuk is, hogy 66, ez akkor a Tomié. Igen, és akkor ez te már egy ilyen nagyobb darab vagy, te már itt 80 kiló körül vagy. Ezek a súlyok, ezek egyébként problémák, ugye, mert jöttek, mentek meg, ugye nem mindegyik olimpiai sportág, de ebben most nem mélyedünk bele. Én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy hogy éreztétek magatokat Üzbegisztánban, mert én voltam egy sajtóértekezetet, végigültem, és ilyen meglepő dolgokat hallottam, hogy mondjuk így, hogy egy picit mérsékelte volt a logisztika, mint amennyire ti számítottatok, mint amennyi szokásos volt. Kérdezzük meg Struhás urat. Hát mondjuk nagy vonalakban azért ezt vártuk, tehát nem gondoltam, hogy fény meg pompa lesz, de azért ez a várakozást egy kicsit alulmúlta. Tehát főleg ott a versenyen, a versenyhelyszínén, a maga ez, amiről beszélünk, majd a bemelegítő terem két szőnyeggel. Hát erről most beszélünk, igen, hát erről hallottam, hogy két bemelegítő szőnyeg volt. Illetve hát a fürdő, WC, tehát ezek a kiegészítő helységek sem voltak valami rózsásak, de hát végülis nem ezért mentünk, hanem azért, hogy birkózzunk. Nyilván így egy kicsit nehezebb ott lenni a versenyen, nehezebb ezt megélni, de hát ez van. És kérdezzem meg a Bácsi Petitől, hogy elégedette, vagy ez egy nagyon rossz kérdés lenne. Milyen volt? Meséld el. Hát nyilván a birkózás meg az eredmény szempontjából én teljesen elégedett vagyok. Hát a körülményeket tekintjük, akkor azt gondolom, hogy azért volt hiányérzetünk. Még elsősorban nekem az volt a furcsa, hogy nem volt külön öltöző. Tehát ugye bementünk a terembe, és mindenki ilyen kis bunkereket épített, amit talált szőnyeget, asztalt, bármit, abból épített magának egy kis sarkot, és akkor ki volt írva, mit tudom, akár ilyen leokoplaszta, vagy bármi, vagy papírra kinyomtatták, és akkor ott volt, hogy akkor az a magyar, az a norvég, az a lazeri. Na de hát tehát az ilyen... építészet az egy kreatív munka, ne viccelj. Hát az azt jelenti, hogy agyilag is felkészültetek a találkozóra. Lehet, hogy pont ezért nyertél, mert élesben voltál agyilag, nem? Hát ne viccelj. Nem gondolom, de egyébként hozzáteszem, hogy nagy nehezen megépítették az emberek a saját kis tanjukat. Másnapra lebombázta a másik csapat, és akkor azt mondták, hogy mostantól kezdve ez a miénk. Tehát volt egy külön volt, ilyen igen. Helyért folyó küzdelem a szőnyegeken kívül. Korán kellett menni, tehát ugye a gyúrónk, a Hadi Gergő volt az, aki mindig ment elő, és ahogy leszállt a buszról, úgy ment, mint a mérgezett tegér, hogy tényleg meglegyen a helyünk. Úgyhogy hát igen, külön csata volt ez is. Van egy meglepetés, telefonos segítségünk Simita Zsolt, hallgassuk meg őt, és aztán utána folytassuk, hogy milyen volt az üzbegisztáni helyzet. Zsolt, itt vagy a vonalban? Hát, mint ilyen égi hang, úgy szólsz itt a stúdióban. Hát nem tudom, hogy sikerült-e neked ezt a bizonyos leltárt, amiről beszéltünk megcsinálni, de ugye Üzbegisztánban ott kettő darab szőnyeg állt rendelkezésre a fiúknak ahhoz, hogy felkészüljenek egy-egy éles mérkőzésre. Itt Budapesten hogy volt ez az előzetes lehetőség? Itt hány szőnyegen próbálgathatták, meg edzhették magukat az urak, hölgyek? Igen, itt a budapesti világbajnokságot a mai napig etalonnak tartják, a tavalyi évet is, és a 2005-ös világbajnokságot is. Hát itt a tavalyi világbajnokságon 2x6 darab szőnyegen készülhettek a versenyzők. Közvetlenül az arénában volt 6 darab szőnyeg berakva, az a bemelegítő szőnyegként funkcionáltak. A szimacsarnokban volt az edzőteremben, ott pedig ahol a mérlegelés is zajlott, ott pedig szintén 6 darab szőnyegen készülhettek a versenyzők. A versenyzők azok két szállodában, Donovius Hotel arénában voltak elszállásokban, és a Best Western Hotel Hungáriában. Még a igazi küldöttek a Hotel Marriottban. Ez volt a szállás, de hát ott milyen lehetőségek voltak? Tehát a zuhanyozás, a WC, az étkezés, az milyen volt? Mert ezekért mind te feleltél. Az étkezés az a szállodákban zajlott. Mert én láttam és irigykedtem, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy ilyen svédasztalos kajájuk volt a versenyzőknek, nem is akármilyen szállodában, úgyhogy az például az tökéletes volt. Elvírás azért, hogy most már büféasztalos étkezés, svédasztalos étkezést kell biztosítani,
a versenyzők részéről, és egy 5000 kalória per napi bevitel van meghatározva. De hogyha én ezt az 5000 kalóriát kajában teljesítek, attól még nem fog bevenni engem a szövetségi kapitány ura válogatottba, ugye? Mert kajában tudnám teljesíteni. Na mindegy, ezt majd megbeszéljük. A szállodában is volt egyébként szauna és wellness nálunk, de ezen kívül az edzőközpontban, a Szimacsarnokban szintén fölépítettünk két darab szaunát, ilyen mobil szaunát letettünk, és ott is tudták a sűrűket tervezni a versenytől közvetlen a mérlegelés előtt. Amivel szerintem eszalonnál öntük ki magunkat, ugye a Budapesti Világbajnokságon 682 főversenytő vett részt, közel 500 kísérő kísérte őket, a versenyzőket, és aki az összes tervezésben, lebonyolításban résztett önkéntesek, szervezők, segítők, az pedig 376 fő volt még pluszban. Simita Zsolt, nagyon szépen köszönjük Simita Zsoltot, aki az elmúlt évi budapesti VB versenyigazgatója volt, őt hallották a kedves nézők és itt a kedves vendégek is. Köszönjük szépen, és akkor folytassuk. Szövetségi kapitány úr, ezek szerint Budapesten diszkó az nem volt? Nem. Vagy én nem tudok róla. Na akkor most folytassuk azzal, hogy mi nem volt Üzbegisztánban. Jó, Viktor, te következel. Azt élek, hogy itthon volt elsősorban a VB, azért nem mindegy, hogy itthon szurkoltak nekünk az emberek, nem pedig Üzbegisztánban, úgyhogy ez is egy... Na de várjál, kapsz egy bónusz lehetőséget arra, hogy ilyen tájleíró legyél. Légy szíves, meséld el, hogy a zuhany milyen volt, mert én hallottam, hogy milyen volt a zuhany. Az még az kemény volt egy kicsit, mert hát az úgy működött, hogy hát nálunk úgy működik, hogy beállunk a zuhany alá, legalábbis mi úgy vagyunk hozzászokva. Tehát, hogy kilóg a zuhany. Hát igen, hogy ez szépen beállunk le, és meg tudunk mosakodni, hát itt alá kellett gugolni, szóval egy kicsit erősíteni kellett a lábunkat, mert csak úgy működött, hogy szép alá voltunk az zuhanyzónak, úgyhogy egy kicsit. Tehát lejjebb volt, és én úgy hallottam, hogy egy csap volt, tehát igen, hogy nem zuhany rózsa volt, hanem csap. Hanem a csap alá szépen oda kellett kuporogni, és akkor ott megbírtunk mosakodni. De Gyuri, ez egy azért jó szerintem, vagyis Gyuri bácsi, majd erről még beszélünk, ugye, ez azért jó szerintem, mert hogy edzi a lelkeket is, tehát egy kicsit szerényebbé teszi az embereket, nem? Azért csak jobb az, hogyha normális körülmények között tudunk. Vagy tudjuk ezeket a dolgokat is elvégezni, tehát egy fürdést, egy tisztálkodást, az öltözőt, azért az jó, tehát szerintem jobb érzés úgy egy versenyen részt venni, hogy ezek a körülmények is rendben vannak, és azért én azt gondolnám, hogy most nem azt mondom, hogy nehezíti, de egy picit azért negatív irányba viszi el az embereket, tehát jobb az azért, hogyha jó körülmények vannak. Tomira ki is van írva, hogy Tomi, tedd a szívedre a kezed, úgyhogy nem fogom eltéveszteni, hogy azért ez egy baromi rossz dolog lehet, nem? Hogy amikor ilyen nehéz háttérkörülmények vannak, és akkor valami miatt azért az ember csak egy hátrányos helyzetbe kerül ott a verseny előtt, de erre aztán nem lehet hivatkozni. Hát úgy gondolom, hogy mi már a pályafutásunk alatt megértünk ennél rosszabb dolgokat is, külön dolgokat is, úgyhogy igazából ezen a szinten már ezek a körülmények nem szabad, hogy semmilyen irányba kizökkentsenek már ott a véghajrában. Én hát körülbelül olyan lelki állapotban voltam, hogy nekem mindegy, hogy én egy gödörbe is beleálltam volna, hogyha arról van szó, csak legyen valahol víz, vagy hideg víz, ahol a edzés után ugye teljesen fel vagyunk hevülve, olyankor nagyon jó esik, főleg fogyasztott állapotban, úgyhogy én megmosolyogtam, bementem, de engem különösebben, de víz különösebben az volt, nem zavart. Volt. Persze, hideg víz az volt bőségesen, úgyhogy meleg vizet nem kellett keresni. A jó versenyhelyszínén tényleg nehezebb körülmények voltak, meg ez, hogy 100 emberre lerakta két szőnyeget, hát ez is egy vicces helyzet volt, de úgy gondolom, hogy egy pillanatig nem foglalkoztunk ezzel, nem mérgelődtünk azon, hogy na hát így most hogy fogunk versenyezni, hanem fogtuk, átöltöztük, nyomtuk, lögdöstük egymást, lépkedtünk át egymáson, úgyhogy nem volt semmi gond, és ezzel ellentétben viszont a szállodánk elég jó volt. Beszéljünk az itthoni edzőtáborok, meg a külföldi edzőtáborok sanyarú körülményeiről. Engem nagyon érdekel az, hogy az edzőtáborokban a szexuális lehetőségek milyenek a versenyzők számára. Szövetségi kapitány. Szerintem nagyon jók. Ilyen az erba. Mit jött végre téved? Hát mindenki megoldja, hogy tudja, de hát azért azt gondolom, hogy hát mindenkinek párja van, úgyhogy az edzőtáborban majdnem félreértettem, ez a mindenkinek párja van, igen. Már olyan értelemben, hogy otthon mindenkinek párja van, nehéz félre. Jó, és nőnemű, és hát nyilván, mikor hétvégén hazamennek,
akkor aztán be kell sűríteni a programot, és aztán jönnek vissza a táborba, és hát a táborban megtesszük a dolgunkat. De végül is ezt nagyon ügyesen megszervezik végül is, mert a bácsi Petinek ugye 9 héttel a VB előtt, ugye? Született 8 héttel. Igen, mert azóta egy hét eltelt, bocsánatot kérek, tehát 8 legyünk pontosak. Megszületett az ifjabb bácsi Péter, ugye? Így van. Ennek egy képet azért szentelünk, hogy azért ezt bemutassuk, ezt az ifjú urat, és akkor ez a te életedben mit hozott? Mert ugye egyszerre kellett a világbajnokságra is koncentrálni, és egyszerre elöntött a boldogság, és éjjel-nappal ott lettél volna a gyermeked mellett. Mennyi időt kaptál a szigorú szövetségi kapitánytól? Nehéz volt, mert ugye amikor ő megszületett, másnap egyből utazni kellett ki Azerbajdzsánba egy versenyre, és hát ugye volt utána egy kritikus kéthetes edzőtábor, ami ugye a rosszul sikerült, vagy hát félig meddig rosszul sikerült verseny után nekem különösen egy nehéz időszak volt, és végülis egy hét után én haza is jöttem. Úgyhogy, de megmondom őszintén, ezt nem bántam, mert itthon egy kicsit szerintem jobb körülmények között tudtam például a munkát elvégezni. Sajnos ugye az edzőpartnerek olyanok voltak az első héten, úgyhogy örültem, hogy itthon lehettem, és tényleg a fiammal mellett lehettem. Te is azt mondd meg, hogy a fiad az ilyen, ez most a te vadonatúj cuccolt, hogy ilyen rugdalózókat fog kapni, vagy pedig ilyen rendes, ilyen babarugdalózókat kap, tehát a nejeddel hogy állapodtatok meg? Hát egyelőre még nincsen kisméretű mez, úgyhogy természetesen még a hagyományos rugdalózókat használja. Uh-huh. Azt mondjátok meg, hogy tavaly ugye a világbajnokságon ez az úriember, aki most a világbajnok lett, ugye nem léphetett szőnyegre, mert sérült volt. Ugye az ő riporteri tevékenységét, mert hát itt kollégaként, már ha magamat riporternek lehet nevezni, szóval kollégaként működtél közre az elmúlt évi VB-n, hogy ti hallottátok őt riporterként, kommentátorként megszólalni, vagy esetleg visszanéztétek, mert hogyha a verseny közben nem volt időtök? Én nem hallottam, de viszont a sajtótájékoztatón hallottam egy olyan hírt, hogy állítólag kitűnő kollégája volt Elek Sándornak, úgyhogy csupán jót hallottunk róla. Tomi, te? Én természetesen hallottam az összes adást, visszanéztem. Sokkal tájékozottabb vagy, mint a Viktor. Most hát idősebb mondom. Vagyok, rutinosabb. Az egyik tud olvasni, a másik írni. Az összes mérkőzést visszanéztem. De nem lehet az, hogy te nyomasztó vagy, ránézel, szóval érted, idősebb is, vagy tökéletesebb is, tájékozottabb is, érted? És itt egyedül a növésben nem tartotta őt vissza ez a dolog. Nem sikerült, igen. Szóval hallottad a Pétert, igen? Persze, az összes mérkőzést visszanéztem. Ami hát nem tudom, nagyon sok volt, de hát olyan élvezettel hallgattam, olyan átéléssel kommentálta az összes mérkőzést, hogy egyszerűen öröm volt nézni, sőt, megmerem kockáztatni, volt a mérkőzés, amit többször is visszanéztem. Annyira jól sikerült. Na, erre van rá gombot. Ezt tudta, hogy nem igaz. Először azt hittem, hogy ez tényleg mi volt. A végét elrontottam, így ezt. Igen? Ez szerintem ez nem. Többször visszanézte? Hát saját nagycsillag. De jó hangja van, nagyon jó mikrofon hangja van. Fantasztikus szóval. Orgánom. És volt, hogy kereste a szavakat, vagy hogy volt ez? Vagy nem, egyből megtalálta. Jó, észrevette a helyzeteket, segítette, ugye igen? A szakma által jobban előre is látta az esetleges akciókat, úgyhogy nekem tetszett. Tehát én várható az, hogy esetleg egy ilyen CD-n megjelenik van majd jövője, a Péter kommentárja, vagy nem tudom, valami jeles eseménykor ezt csináljuk. Te mit szóltál? Nem féltetted őt, hogy esetleg marad a tévében, nem, és akkor nem jön vissza? Éppen, majd a vacsorát megbeszéljük, és akkor most megdicsérlek. Tehát nagyon jó volt a Peti tényleg, én is igen. Így látom, ahogy a Tamás. De tényleg viccet félretéve jól adta vissza, ami a szőnyegen történt. Tehát azért én is úgy hiszem, hogy egy ilyen világbajnokságon kell egy ilyen szakember, aki látja a helyzeteket, és el tudja mondani, hogy mi történik ott egyáltalán, hiszen azért a civil emberek, akik nézik a birkózást, sok esetben nem tudják, hogy mi történik, és ezt a Peti nagyon jól visszaadta. Nagyon indiszkrét leszek. Ez a cucc, ezt a Péter hozta, ezek vadonatúj cuccok, úgyhogy nem érezni rajta ezeket a versenynyomokat. Ugye itt van ez, hogy bácsi Hungária, ugye Hungary. Itt van ez, hogy ráírva, hogyha esetleg bárki elfejteni, hogy Hungarian wrestler, tehát hogy magyar birkózó, tehát ezt látják a külföldiek is, és itt pedig van egy címer. Na most én most nem nyúlok oda, de bizonyos sportágoknál vannak ilyen kiegészítő szerek ide a láb közé, tehát valamilyen félgömb alakú dolog, ami védi ezt a nemes szervet, amit ugye a férfi sportra jellemző elsősorban, mert a hölgyeknél viszonylag kevesen hordanak ott ilyet. Kettőt hordanak is fölül. Fölül, igen. Köszönöm szépen, aki elhagyhatunk, ezért is jó a szövetségi kapitány. Nincs semmiféle ilyen védő felszerelés ott a láb között? De van reflex. Igen.
Csak azért, mert itt a verseny közben azért veszélyeztetett rész ez a rész, nem vagy csak nem? Nem verseny közben, azért edzésen inkább többször fordul elő, hogy sajnos az a test baleset történik, de úgy gondolom, hogy nem az a jellemző. Át kell hidalni ezeket a dolgokat, és itt a bizonyíték, hogy lehet bizonyítani ezek után is. Na de figyeljetek, tulajdonképpen ma már ez a dolog ez megoldott, hiszen hogyha valami nagyon nagy zűr van, akkor ott van a női birkózás, nem? Ja. Ilyen még nem volt, hogy valaki férfi átment esetleg női birkózáson, mert elvileg ilyen kisebb műtétekkel. Ezt ne tedd velünk, jó? Ja. Tehát azért erre mondják, mindennek van határa, ez semmi. Ennek ez. Na és azt mondjátok meg, hogy vannak-e olyan egyesületek, helyek, te tudsz erről, Gyuri, hogy mert én láttam, hogy a gyerekek, fiúk, lányok együtt birkóznak, hogy ez így felnőtt korban is van, úgyhogy azért, és ezt most nem viccből kérdezem, tehát azért, hogy ugye van egy erős csaj, akinek nincs ellenfele, és akkor egyszerűen kell az, hogy tanuljon, tehát hogy mondjuk egy pasival kell, hogy edzen, ilyesmi van? Hát edzéseken látni ilyet, tehát van is ilyen, de hát tehát olyan versenyszerűen nincs ilyen. Nincs ott már akkora különbség, erőfölény, hogy tényleg veszélyeztetni a lányoknak az épségét. Tehát akik lányok birkoznak fiúkkal, azok is kisebb súlyúakkal edzenek. Gyerekkorban, ahol azért úgy nagy vonalakban kiegyenlítődik, vagy még talán a lányok ugye korábban érnek, tehát ott birkoznak versenyen is fiúk lányokkal, de már azt kell mondjam, serdülőkortól már nem. Ki mondja el azt ugye, hogy van a kötött fogás meg a szabad fogás, először azt, hogy miért úgy hívják ugye, hogy gréko-román, tehát hogy görög-római birkózás, hogy ezt miért hívják görög-római birkózásnak? Peti, légy szíves, úgy is, mint szakkommentátor, légy szíves. Hölgyeim és uraim, essék néhány szó a kötött fogás a birkózásról. Hát egyébként remélem, hogy jó a tudásom, ugye az ókori olimpián ugye csak kötött fogási birkózás volt, tehát ott nem lehetett lábat fogni, ugye az alapvető különbség a kötött és a szabad fogás között, hogy kötött fogásban csak derékon fölül lehet támadni, ugye a szabad fogásban meg az egész testfelület, ami támadható, ugye ez az alapvető különbség. Nyilván a szabályokban is vannak most már különböző eltérések, de alapjában egyébként ugyanaz a két birkózás ettől a különbségtől eltekintve. Például a lányoknál ezt nem tudom, elnézést a tájékozatlanságom, tehát hogy a lányok azok kötött vagy szabadfogásban, ugye? Tehát ott ugyanaz a szabály, mint a szabadfogásban. Vajon ugye a mi lányaink, ugye tavaly világbajnok volt a Sasti Mariana, hogy most a mi lányaink a világban hol helyezkednek el egyébként? Én azt gondolom, hogy továbbra is ugyanabban a pozícióban vannak, mint mondjuk tavaly, hogy tudtak több érmet is szerezni. Ugye az idén is Európa-bajnokságon Barka Emese bronzérmet szerzett, tehát ott vannak a világ élvonalában. Ez a pár versenyzők sajnos egyelőre kevés, illetve utánpótlás szinten egyre jobbak a magyar birkózó lányok, és azok szerintem egy olyan körülbelül 4 év múlva már be is érnek, tehát egy nagyon jó kis csapat fog kialakulni a női szakákban is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre följebb vagyunk, a világ elittel találkozunk már. Egy ilyen versenynél tényleg lehet olyan, hogy mondjuk egy évig állatira készülsz, és akkor egyetlen egy ezred másodpercnyi kihagyás vagy rossz döntés alapján ez az egész egy éve úszik? Hát így van, de úgy gondolom, az egy év nem fog elúszni, mert a munka, amit elvégeztünk, az bennünk marad, ugye bár, és a fő célunk az, hogy olimpiát nyerjünk, szóval a munkát, amit elvégeztünk, az bennünk marad. Itt igazából az a bosszantó, hogy nálunk nincsen kiemelés, mint mondjuk a judóban, hanem mi az első fordulóban összekerülhetünk mondjuk a legjobbal, vagy hát mi vagyunk a legjobbak, mondjuk a második legjobbal, és hát megtörténik az, hogy... És a legszerényebbek, bocsássak, igen. És megtörténik az, hogy mondjuk kikapunk tőle, és mondjuk ő pedig nem visz be a vigaszágra minket, és ezáltal aznap meg is állt a busz, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ilyen előfordul, de úgy gondolom továbbra is, hogy amit elvégeztünk munkát, az előbb-utóbb be fog érni, és amit elvesz az élet, azt előbb-utóbb úgy is visszaadja. Ezt szoktuk mondani. Na most egy nagyon nehéz kérdés neked, Tomi, hogy egy névrokonának a trikóját vettem fel egyébként nagyon kellemesen, úgyhogy ez nagyon jó. Majd te meg elmondod, hogy neked mi van, mert ezt nem tudom megfejteni, de most előbb a Tomi. Ugye ti ketten a Viktorral a Mr. Tus iskolában nevelkedtetek.
ilyen nagyon jeles és szimbolikus tanítványai vagytok ennek a sulinak. Miért van az, hogy mostanában sokkal kevesebb tus van, mint nem tudom, egy pár évvel ezelőtt? Ezt nem magamtól mondom, hanem ezt megkérdeztem. Szóval erre valami tudományos választ tudsz adni, vagy fél tudományosat legalább? Abszolút tudok tudományos választ adni. Figyelek, jegyzetelek, igen. Hát ugye minden sportág a birkózás is fejlődik. Fejlődik. Hát igazából egyre jobban kiépül a védekezés is, és nem csak a támadás, mint most nézhettük ugye a foci világbajnokságon is, hogy hány X meccs volt, hány 1-0-ás, hány 1-1-es mérkőzés volt, és ez nem azért van, mert hogy ők rosszabbak lettek, vagy technikailag gyengébbek, hanem annyit fejlődött már a védekezés is a fociban, mint például a birkozásban is, hogy nehezebb nagy gólkülönbséget vagy túlgyőzelmet elérni. De azért előfordul, de annyira nem, mint régen, hogy esetleg egy világversenyt minden mérkőzést tussal megnyerjen. Hát én nem tudom, amióta a felnőtt válogatotthoz tartozok, én ilyenre nem emlékszem. De olyan azért előfordul, hogy mit tudom, én olyat láttam, hogy 5 mérkőzésből 2-3-at tussal nyertek, úgyhogy azért nem lehetetlen, de természetesen annyira fejlődik a sportág, mind a technikai, mind az erőléti része, hogy azért nagyon nehéz egy hasonló képességű versenyzőt két vára fektetni. Uh-huh. Viktor, magyarázd el a trikódat, valami fantasztikus. Ránéztem és megtetszett, úgyhogy... És nem tudod tudományosan elmondani? Mondtam neki, hogy ne adjon érte 70 000 forintot, de azt mondta, hogy neki megér ennyit már. A 70 000-ről jut eszembe, hogy másfél milliót kaptál ugye a Kubatov úrtól, a Fradi elnökétől, a Mad Péter. Foma, nem azt mondtad, hogy elhozod ide és szétosztott köztünk, vagy nem? Ez a... egy jobb ötlet. Először majd ha megkaptam, mert egyenlőre ugye még csak ígéret van rá, de azt mondom, hogy előbb-utóbb ez biztos, hogy teljesülni fog. De majd biztos, hogy meghívom a srácokat esőre. Egy gombot vagy. Kerüljön a cipő az asztalra, jó? Azért a cipőről beszéljünk, mert van itt egy cipőnk is. Ez már használtad, Péter, vagy nem? Igen, megmondom őszintén, az már volt egyszer a lábunk. Használtad, igen, nagyon jó. Annyit meséljünk el azért, hogy a Péter nagyon gondosan készült a műsorra, mert először az érmét hozta fel, tehát külön visszament az autóhoz, utána meg külön a birkózó dresszeket, de a cipőt azt együtt hoztad már a dresszekkel, ugye? Igen. Ezt külön köszönjük, mert hát ezt úgy is vehetjük, hogy egy világbajnok megtisztelt bennünket azzal, hogy háromszor eljött a műsorba végül is, nem? Hogyha így összegzem. Na, a cipőről mondjatok valamit, hogy ez, mert ilyen, ez ilyen nagyon alig van talpa meg minden, hogy tulajdonképpen egy szőnyegen lehetne mezitláb birkózni, hogy ez minek? Szövetségi kapitány úr, tudományos magyarázat. Nem nagyon tudok erre mit mondani, ha Schuster lennék biztos, de így nehéz. Nyilván olyan helyzetek vannak, tehát mondjuk Cselgáncsban ugye mezitláb küzdenek, nálunk cipő, lenti helyzet nagyon sok van nálunk, ahol a lábnak óriási szerepe van, tehát hogy ne csúszson el a láb, tehát ne forduljon ki a boka. Ennek főképpen ez a szerepe. Főképpen ez. Jó, én meg arra gondoltam, hogy amikor ilyen mondjuk végig csúszik valakinek a lábszárán, akkor ez elég kellemetlen lehet, de hát akkor ezek szerint van más pozitív funkciója, úgyhogy most lekerül a cipő az asztalról. Két ilyen népszerű ember, az milyen családi háttérrel és milyen magánéleti támogatással rendelkezik. Viktor, te kezded? Én elkezdem, igen. Most azt kell, hogy mondjam, hogy stabil párkapcsolatban élek. Most ez lassan 4 éve, hogy együtt vagyok a barátnőmmel. Úgy gondolom, hogy jól meg vagyunk, és ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz tényleg az kell, hogy ott áll mellettünk valaki. Eddig bevált, reméljük ezután is befog. És ő, amikor látja a meccsedet, akkor nagyon-nagyon-nagyon beleéli magát, szóval... Igen, most például a világbajnokságon mondta, hogy hát egy párszer elsírta magát a verseny napján. Azt mondta, nem is bírta nézni, úgyhogy az egész családja is ott ültek és nézték az interneten a meccseimet, és mondta, hogy hát hogy ne csinálják vele ilyet, hogy neki végig kell nézni a meccseimet, de hát ez van. Amennyire tudom, Tomi, te sem tartozol azok közé, akiknek ilyen szorongásos problémát jelent a hölgyekkel való kommunikáció. Te hol... Nem tudom, hogy honnan hallottam. Szóval, te hol tartasz a magánéleti történetedben? Hát én is hasonló cipőbe járok, mint itt a srácok. Én is elég régóta érek párkapcsolatban, sőt, most már a mennyasszonyom. És hát igen, ezek tényleg nagyon fontos dolgok, de hát itt azért meg kell említeni a szülői hátteret is, ami mellett úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív szülői háttér mellett nőttünk fel. Ugye a mi helyzetünk... Ti nem pestiek vagytok, ezt így van, a mi helyzetünk annyiból volt fura, hogy mi azért 13-14 évesen felkerültünk Pestre egy kollégiumi rendszerbe, ami hát egy nem egy egyszerű dolog, se az edzőknek,
se a kollégiumi tanároknak, se nekünk. Úgyhogy hát nagyon sok támogatásra volt szükségünk, és én úgy gondolom, hogy azt maradéktalanul meg is kaptuk, és hát nagyon sokat köszönhetünk nekik, hogy most itt ülhetünk, és arról beszélgethetünk, hogy mi volt a taskenti világbajnokságon. Te mennyi ideje vagy nős? Még nem vagyok nős, úgyhogy... Bocsánatot kérek, látjátok, ilyenekre kell felkészülni, ugye, mert ezek ilyen... De hát mentségedre legyen mondva, hogy én nekem is azért két lányom született, úgyhogy még nem voltam nős. Szóval akkor... Nem, akkor ez jó. Egy rossz kérdés volt. Akkor terve van egyébként. Szóval akkor dátum. Ne hozzatok kérdemet. Mondd az esküvő dátumot, most a kérdés. Azt hittem, ugye, mert mondtad, hogy több éves kapcsolat, ugye, hogy azt hittem, hogy akkor én ugye átvezetettem ezt a dolgot, hogy a legifjabb házas köztünk, de akkor ez így is van, akármi is a helyzet, hogy a legifjabb házas ember köztünk az a szövetségi kapitány úr. Ugye? Ezúttal is gratulálunk. Mikor nősültél? Tavaly márciusban. Na hát akkor nagyon sok sikert a ifjú férnek. Hosszadalmas lesz. És akkor beszéljünk arról, hogy ha már itt a Gyuri úrral beszéltünk, ugye a szövetségi kapitány úrral, ugye, hogy azért nem nagyon merem gyurizni, mert ugye ti Gyuri bácsizzátok, és igazából akkor nekem is Gyuri bácsizom kéne, de hát az meg olyan fura lenne. Szóval, hogy ez a viszony, ez ilyen atyafiúi viszonnyá válik egy idő után köztetek? Hát én úgy gondolom, hogy már azzá is vált, ugyanis hát elég régóta dolgozunk együtt, ugye a Mr. Tusba, amikor felkerültünk, akkor Gyuri bá volt az egyik edző, mellette volt a Bocsa Ferenc, meg a Takács Ferenc, és hát ők hárman irányították a munkánkat, és irányítják azóta is, idestova már ugye 13 éve. De hát mi még ennél is régebb óta ismerjük egymást, ugyanis hát Gyuri bá még azelőtt Dabason volt edző, meg a Pest megyei válogatottnak volt az edzője, és hát akkor már ilyen 12 évesen, azt hiszem, már akkor bekerültem ebbe a Pest megyei válogatottba, és hát azóta ismerjük egymást, és azóta tart ez a, úgy gondolom, gyümölcsöző kapcsolat. Te is ilyen sorsuliban végeztél, nem? Rendes, általános képzésben voltam, viszont hozzáteszem, hogy mondjuk talán a szakmai munkát egyébként mindannyiunk közé, én kezdtem el először Gyuri bával. Ha jól emlékszem, 2001-ben indult ugye a Heraklész program, és akkor volt, amikor Gyuri bá oda került hozzánk, és együtt utaztunk. Pont ide Taskent. Én nem mentem akkor. Igen, igen, de igen, 2001-ben, éven, pont akkor. Hát akkor te még nem voltál nagyon nagy fiú. Hát akkor nem annyira, ez még egy junior válogatott volt. Elsős junior válogatott volt. Te is azt mondd meg, hogy ezzel, és egyszer csak jön egy teljesen új felfogású edző, akkor ez jelente a te fejlődésedben, és jelenthet-e változást? Tehát volt-e ilyen az életedben, hogy egy robbanásszerű javulás volt amiatt, mert az edző megváltozott? Hát ebben a szempontból egyébként szerencsésnek mondhatom magam, mert hosszú ideig voltak edzőim, tehát olyan nagyon nagy váltások nem voltak egyébként így a pályafutásom során. Elárulom azt, hogy amellett, hogy megtiszteltél minket, hogy háromszor is eljöttél a műsorba, hogy azt mondta Gyuri bá, hogy mert mondtam, hogy mi lesz veled, tehát a világbajnok, hol van minden, azt mondja, nyugi, egy kicsit mindig késni szokott. De tényleg csak egy nagyon kicsit. Elő szakmaikon. Hozzáteszem, hogy most tényleg egyébként eléggé be vagyok táblázva, tehát szerencsére hozzáteszem. Tényleg mindenfelé hívnak és megpróbálok mindenhova elmenni. De hát ide is ide értem időbe, úgyhogy ezért általában tényleg mindenhova oda szoktam érni, csak ugye az utolsó pillanatokban. Az ifjú Péter látta már ezt az aranyérmet? Igen, de hát gondolom, ő még azért nem nagyon tudja ezt értékelni, hát majd a későbbiekben azért biztos, hogy majd ő is büszke lesz rá. Az edző olyan partnerség azért, amikor nagyon fontos az összhang is, meg az is, hogy valami plusz tudjon adni a másik. Tehát volt-e nálatok egy olyan pillanat, amikor úgy éreztétek, hogy akkor most elindultok rakétasebességgel? Hát szerintem minden sportoló pályafutásában van ilyen. Amúgy a Viktoréban is majd én mindjárt emlékeztetem rá, mert... Bocsánat, zárójeles kérdés, hogy egyébként kettőtök között van olyan, hogy főnök, mert ugye te vagy a bratyó. Hát egyértelmű, én vagyok a főnök. Én vagyok a... Hogy van? Te vagy a mester, én a karmester? Nem. Igen. Nem, szóval hát minden sportoló pályafutásában van ilyen, az enyémben is volt. Én leginkább ez a 17-18 éves koromra emlékszem, amikor egy ilyen komolyabb válaszúteré kerültem, hogy most mi legyen. Vagy hát nem is az, hogy mi legyen, mert tudtam, hogy mit akarok, csak nehezen léptem rá arra az útra, és hát ezért kell az ember mellé jó edző, aki egy kicsit terelgeti a jó út felé, és hát akkor kezdtem el igazán komolyan edzeni. Azelőtt is azért elvégeztem a munkát, de
úgy emlékszem, hogy nekem ez a 17 éves koromban jött ez a változás, amikor igazán minőségi munkát kezdtem el végezni. Egy nagyon őszinte vallomás, Zsüri, hogy ugye általában az a jó, hogyha mindenki úgy áll hozzá, hogy egyszer olimpiai bajnok lesz, hogy te ezt mindenkinek beadagolod, ezt a pirulát, hogy majd olimpiai bajnokok lesztek, vagy pedig csínyán bánsz ezekkel a jövendőbeli célokkal? Nem, ezzel szerintem nem szabad csínyán bánni. Tehát igen ezt a célt kell kitűzni. Ez egy közös cél, tehát ők is ezt fogalmazzák meg maguknak. Nem kell őket erre olyan nagyon figyelmeztetni, hogy te olimpia bajnok akar lenni, mert ők azok akarnak lenni. Tehát amikor megtalálja a helyes utat, az a nehezebb inkább. Megtalálja a helyes utat, hogy na most már nekem mennyit kell dolgozni ahhoz, hogy eredményes legyek. Abban a pillanatban szerintem már a fejben benne van ez, hogy ő olimpiai bajnok akar lenni. Te azt mondd meg, mert én a budapesti VB-t azt végignéztem, és ott láttam az orosz edzőt, vagy szövetségi kapitányt, vagy elnököt, most nem tudom, a Mamiasvili, ő az elnök. Hát ott kinn a parkolóban ott úgy ordított az egyik versenyzővel, hogy így egyszerűen az emberek így szétmentek, hogy hagyták, hogy ott, hogy most vagy levágja a fejét, vagy nem tudjuk, hogy mi lesz, olyan hihetetlenül. És akkor úgy eszembe jutott, hogy hát mi egy csomószor ugye ezt a versenyhelyzetet látjuk csak, illetve csak a versenyhelyzeteket látjuk, hogy vajon az edzéseken, illetve akkor, amikor rendet kell teremteni, akkor ne adj Isten, hogy valaki elkezd rossz irányba menni, mert belazul szellemileg, nem akar összpontosítani, vagy nem törődik annyira. Szóval akkor bekeményedsz? Minden versenyző más. Tehát van, akinél be kell keményíteni, van, akinél nem kell. Tehát ismerni kell őket ahhoz, hogy mi viszi tovább a nehéz helyzetem, mert azért azt tudni kell, hogy mindenkinél jön egy fáradtság, egy holtpont, akár egy edzésen belül, akár egy felkészülésen belül, és ezeket át kell tudni lendíteni. Van, akinél az a hasznos, ha ráhagyjuk, és aztán a később beszélünk erről a dologról egy kicsit, van, akinek azonnal oda kell szúrni egyet, hogy tudja, hogy mi és a... És olyan van, hogy valakinek le kell kiabálni a fejét, és akkor az a jó, és akkor... Én esetemet tudom mondani, én nem nagyon szoktam. Tehát te ilyen. Igen, ez az érdekes, hogy nem vagyok ez. Igen, van akit, nagyon kedves. Van akit, de azt azért, mert azt van tudom, hogy az csak így lehet abba a simpárba bent tartani. De egyébként nem nagyon. Na most az, hogy ti hisztek a szövetségi kapitányban, hogyha ez így jó szó, és hogyha ezt elfogadjátok, szóval, hogy ez fontos, tehát, hogy ugye itt van egy menetelés, amikor azért ő tényleg kapitány, ugye, mert ugye nektek, hogyha ő azt mondja, hogy akkor ezt próbáld, vagy azt próbáld, ugye akkor hallgattok rá, tehát, hogy ez egy fontos és döntő motivum, vagy már ott tartotok, hogy végül is egy meglévő része ennek a történetnek, de igazából ti döntötök. Így van. Én úgy gondolom, hogy úgy lehetünk csak sikeresek, hogyha mi is hozzáteszük, és a szövetségi kapitány és Gyuri be is hozzáteszi azokat a dolgokat, és ez bebizonyosodott már, hogy ez így fog működni, hogy ha együtt dolgozunk, és az ő meglátásai, hogy meglátja azokat a dolgokat, amit mi nem tudjuk, mert benn birkózunk, viszont ő kívülről látja azokat a dolgokat, hogy mit kell csinálnunk. És amikor lemegyünk szünetre, akár verseny közben, akkor elmondja nekünk azokat a dolgokat, és igenis úgy menjünk vissza a szőnyegre, hogy ezeket végre tudjuk hajtani. És úgy gondolom, hogy csak így lehetünk sikeresek. És ez hogy van egyébként, ezt mindenkitől kérdezem, hogy ugye az edzőteremben, a versenyeken ő a kapitány, ti vagytok a katonák, és akkor, amikor mondjuk egy siker van, vagy egy sikeres edzőtábor van, akkor utána leültök bulizni, és akkor meg barátok vagytok? Hát természetesen, ugye azért elég régóta ismerjük egymást, és hát megvan az, amikor edzeni kell, meg megvan az, amikor bulizni kell. Úgy gondolom, hogy az edzés a több, a buli kevesebb, de hát nem egyszer volt, hogy tényleg olyan körülmények között voltunk egy edzőtáborban, hogyha például Gyuriban nem találta volna azt ki, hogy az első hétvégén legyen egy grillezés, egy lazulás, egy beszélgetés, megiszunk egy-két sört, nevetgélünk, ha ezek nem így lettek volna, hanem mindenki fekszik a szobába, akkor azok nem sikerültek volna azok olyan jól, azok a táborok. És talán már a második hét közepére már mindenki úgy befásult volna, hogy nem tudtuk volna azt a munkát elvégezni. Úgyhogy mindennek megvan a maga ideje, és ezt Gyurival úgy gondolom nagyon jól látja. Na most ez így nagyon jól hangzik egyébként, hogy elmegyünk ide-oda, Azerbajdzsánba, Bulgáriába, messzi országokba, Kubába, mit tudom én hova, de hát valójában egy edzőtábor ott nem a kirándulási része, hanem a tábor
az, hogy egy zárt helyen vagytok két hetet. Na most azért ennyi felnőtt ember, erős ember, tele energiával, hogy tartható úgy, hogy tehát ott birkózás van, alvás van, evés van, ugye? Hogyha jól gondolom. Hogy ez hogy tartható ez az érdeklődés így toppon? Először is kell hozzá a versenyző, tehát hogy mindenki tudja a maga dolgát. Tehát ők tudják azt, hogy miért vannak ott, tehát azt azért el kell mondani, hogy most miért megyünk ebbe a táborba, itt mit fogunk csinálni, mi az értelme, és ők ezt megértik. Tehát hogyha úgy megyünk, hogy edzünk egyet, aztán este sörözünk mondjuk éjjel egyig, és aztán majd jön a következő, abból semmi jó nem sül ki. Tehát ezt ők pontosan tudják. Aztán, hogy egy bizonyos szituációkat hogy élünk meg, és hogy tudjuk ezt lazítani egy kicsit, amikor kell. Azt meg az én feladatom, hogy lássam rajtuk a fásultságot esetleg, és akkor földobjuk egy akár egy grillezéssel, vagy akár egy borospince látogatással, vagy bármivel, ami föloldja őket egy picit, hiszen egy állandó feszültségben vannak a versenyzők. De mondom még egyszer, tehát először is ők kellenek hozzá, hogy ők tudják azt, hogy mit miért csinálnak, és hogy nem lehet minden nap lazítani. Uh-huh. Egyszer-egyszer kell, és az bele is fér, és azzal semmi baj nincs, de nem lehet mindig. Uh-huh. Tehát én azt hiszem, hogy ebbe is jó partnerek ők. Tehát itt ez a kötött fogású válogatott egy nagyon jó társaság, én úgy gondolom, nagyon jó barátok, összejárnak, együtt mennek bulizni, együtt mennek mindenféle programokra. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben én egy kicsit könnyű helyzetben vagyok, vagy a kollégáimmal együtt, akikkel dolgozom. És mindenki, tehát senki nem lók ki a csapatból? Nem. Tehát aki, én azt látom, hogy mindig ugye jönnek a fiatalok, jönnek be, és becsatlakoznak. Tehát aki nem tud ebbe belecsatlakozni, az kikerül ebből a társaságból. Jobban, ha nem is tud bekerülni. Srácok, itt van ilyen hierarchia, tehát ilyen mondjuk így, hogy csicskáztatás, mert én hallottam ilyenről, hogy nem tudom, mondjuk a fociban, hogy a pucolja a cipőt, aki újra onnan bekerül a csapatba, szóval itt van ilyen nagyon-nagyon mosolygás, nagyon titokzatos. Ezt úgy kommentálná Bácsi Péter riporterül, hogy titokzatos mosoly ül ki az arcokra. Nem, egyébként nincs ilyen. Tehát nyilván azért van és egy diplomatikus válasz. Titokzatos mosoly, mert diplomatikus. Egy úgymond rangsor azért, tehát nyilván, hogyha mit mondjuk labdát kell hozni, valószínűleg nem a legidősebb és a legeredményesebb verseny fog. Ez a labda, ez egy medicin labda, ugye? Hát akár egy medicin, de lehet egy foci labda is éppenséget. Tehát bármi ilyesmi, vagy hogyha van valami olyan, hogy mit tudom én, el kell menni, mondjuk megnézni, hogy nyitva van az edzőterem, akkor egyértelmű, hogy általában a legfiatalabb fog elmenni, és ő az, aki ezeket megcsinálja, de nincsen semmi különösebb. Tehát ilyen kifejezett szivatások, ilyenek azok nem jellemzőek. Azt elmondhatom szövetségi kapitányról, hogy tulajdonképpen itt a riói olimpiára gondolva, mert ezek kis dolgokon múlnak, itt három olyan versenyzővel, sportemberrel ülünk itt mi ketten így együtt, akik ugye a toppon vannak ebben a sportágban, és nagyon pici dolgokon múlik az, hogy ők az aranyat, vagy a bronzot, vagy az ezüstöt hozzák el, hogy három olyan sráccal ülünk, akik ugye nagyon esélyesek arra, hogy ilyen színű érmet hozzanak, tehát az aranyat, bocsánat, hogyha nem lehetne látni, onnan hozzák haza majd Brazíliából, Rióból, ugye? Ezt el lehet mondani. Ahogy orvosunk szokta mondani, Bakanet professzor, hogy három potenciális aranyérmes ül itt a riói olimpiával kapcsolatban, de tényleg így van. Hát, tehát azoknak van esélye általában, bocsánat, az olimpián érmet szerezni, akik a két olimpia között egy-egy világversenyen tudnak érmet nyerni. Ez egy régi tapasztalat. Akik tudnak ott általában érmet, azok szoktak odaérni. Az olimpián nyilván van kivétel, de nagy többségében ez így van. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, ez nem nyomja őket össze, hanem remélem még doppingolja is. A bronz, az milyen állapotban talált titeket? Ki kezdi? Tominak mondom mindig, hogy ki kezdi, mert ő azért itt főnök ide. Mindig én kezdek kezdni. Kezdve. Hát szerintem, hogy mondjam, nehéz kérdés, de jó állapotban, mert hát ugye az én esetemben ez volt az első bronzérem, Viktornak már nem is tudom, a 33. vagy nem tudom, hanyadik bronzérmét nyert a VB-ről, nem, hát a másodikat ugye, úgyhogy világbajnokság terén mindenféleképpen vezet előttem. Majd az ő részét elmondja, én azért örültem is, főleg annak nagyon örültem, hogy végre sikerült egy olyan világversenyen részt vennünk, ahol mind a ketten éremmel tértünk haza.
Több szempontból érdekes volt számomra ez a világbajnokság, ugye, hogy egy év után újra visszafogytam 66 kilóba, és hát volt itt egy-két kérdés, hogy, vagy hát nem is volt egy-két kérdés, hanem felmerült az, hogy esetleg hogy fogom bírni majd ezt a 66-ot, hogy sikerül a fogyasztás, hogy fogom bírni a versenyt, és hát annak nagyon örültem, hogy jól sikerült mind a kettő végül is, mert érem is lett, a fogyás is jól sikerült, és hát ez egy plusz motivációt adott a jövőre nézve, hogy abszolválni tudjam ezt a 66 kilót, és eredményesen ennek örültem. Másik részről viszont az, hogy a döntőbejutásért elkövettem egy néhány hibát, amit hát nagyon sajnálok, és hát majd lesz még mit átbeszélni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy néhány hibát, én egy hibáról tudok, amit te nagyon sajnáltál. Hát igen, az az egyik, a másik az, hogy ott volt a mérkőzés elején egy olyan helyzet, hogy végig próbáltam kifelé terelni a versenyzőt, és az utolsó pillanatban kiléptetett. Hát ott is ugye kiléptem, akkor is kapott egy pontot, meg excellenti helyzetből is kiléptem, úgyhogy úgy gondolom ez egy világbajnoki elődöntőbe ennyit hibázni sajnos nem fér bele. Én azt gondolom, hogy maradt még esélyem ezen javítani, és hát úgy néz ki, hogy ez már csak 66 kilóba lesz, legalábbis az olimpiáig. Úgyhogy bízom benne, hogy sikeres lesz a jövő évi világbajnokság is, és aztán az olimpián meg egy kimagasló eredményt elhozni. De hát ez ilyen nagyon nemes sport, a szabályai szerint nemes, de hallottam, hogy itt elég komoly ilyen fejelések is voltak. Ki volt az, akinek ilyen fejelős partnere volt, vagy mindenkinek volt? Tónak volt egy fejelős partner, az orosz, az még elég keményen kezdődött az a meccs, amikor fél percig elég keményen fejelte a Tomit. De például nekem is volt egy olyan a belorusz fiúval, akivel birkoztam, hogy hát a hüvelykujját nem tudom, meddig nyomhatta be a szemembe, mert kétszer is úgy belenyúlt, hogy utána már a következő meccsen. De ez direkte? Tehát direkte? Hát ez már direkt volt, ez már inkább az volt, hogy a meccs vége felé volt, fél perc volt hátra, 3-0-ra vezettem, és hát úgy gondoltam, meg ő is, hogy már innen nem fog tudni fordítani, és ilyenkor már az volt, hogy na jó, ha már nem nyerettem a meccset, akkor ártok neked, úgyhogy kétszer is belenyúlt a szemembe, igazából nem zavart, mert már megnyertem azt a mérkőzést, és készültem a következőre. Te és neked, akkor hogy volt ez a fejelés? Nem tudom, én nem emlékszem rá. De hát nem csak az a mérkőzés volt igazából, én úgy gondolom, hogy mind a négyen kaptam mindenkitől, úgyhogy szépen összegyűjtögettem. Szeretném. De hát tényleg a legtöbbet az orosz versenyzőtől kaptam, hát ez vele jár igazából. Sokszor előfordul, néha Peti jelenik meg úgy egy verseny után, hogy felismerhetetlen, néha én, néha Viktor, ez igazából ez belefér. Hát a szemed az mitől olyan, ez még az mindig látszik, hogy egy kis... Ja nem, az a tegnapi kocsmai érkezés. másik meccs. Már egy friss. Igen. Ebből a szempontból én szerencsésen megúsztam egyébként ezt a VB-t. Tényleg általában mindig tele vagyok kék-zöld foltokkal, de most meglepő módon egyébként tényleg ez. Lehet, hogy ez annak is betudható, hogy nem is nagyon voltak olyan ellenfeim, akik erre hajlamosak, de tényleg ez... De most tavaly nem voltál ott, most idén téged ilyen esélyesként kezeltek? Tehát van olyan itt, mint a fociban, hogy akit nagyon jónak tartanak arra, nem csak hogy ráállnak többen, hanem egy kicsit rúgdossák is? Tehát ilyen nincs ilyen rátartás? Hát én most ezt nem éreztem, de hát nyilván azért az ide megnyertem az Európa bajnokságot, tehát nyilván azért esélyesként érkeztem ide. Lehet, hogy valaki ilyen tervekkel készült, hogy majd szét fog fejelni, sőt, biztos vagyok benne, hogy volt, akinek megfordult ez a fejébe, mert tényleg azt gondolom, hogy hát tudják rólam, hogy ha esetleg ilyen helyzet van, akkor hajlamos vagyok egy picit így kibillenni az egyensúlyból. Szerencsére nem találkoztam ilyen emberrel. Az egyik nagyon jeles televíziós barátom mondta, hogy egy olimpiai bajnokkal voltunk együtt, hogy hát tulajdonképpen ti történelem vagytok, mi televíziósok, mi meg ilyen, ez egy ilyen múlandó dolog. És hát tényleg az van, hogy ez tulajdonképpen ez a sporttörténelemnek egy része lesz, ugye, kapitány úr? Na most én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye te megérsz egy csomó ilyet, most már elmondhatod, hogy egy pár ember azért világbajnok, meg Európa bajnok, meg érmes lett a te kezed alatt. De azért azt el kell mondanom, hogy ez nem csak az én érdemem, azért itt sokan dolgoznak ebben a stábban. Tehát ugye a szakosztályi edzők, a válogatók mellett a Kácsferi, Bacsa Ferenc, Sike András, tehát rengetegen hozzátesznek ehhez a sikerhez, és ennek az összessége adja azt, hogy valaki aranyérmes lesz, bronzérmes lesz, tehát hogy érmeket tud szerezni. És nyilván hát a versenyző a legfontosabb. Tehát ebből áll össze ez a dolog. De hát nyilván azért dolgozunk, hogy ők nyerjenek, és hát ezzel mellékesen mi is azért sikeresek vagyunk, és hát jó érzés. A legnehezebb része inkább azt mondanám, hogy,
hogy egy ilyen világversenyen ők birkóznak 5 meccset körülbelül, általában én megbirkózok mondjuk 40 meccset. Tehát ott ülünk a szőnyeg szélén, és ugyanúgy lebirkózzuk szinte a meccseket. Sokszor észreveszem, ugyanúgy mozgatom a vizületeimet, mint ő. Te és ott folyamatosan kiabálod be, hogy ezt csináld, azt csináld, igen, azt csináld, igen, hogy főleg, láttam főleg te már ezt a módszer szeretet. Második menetben akkor még följebb megy. Esti ezt halljátok, hogy mit kiabál? Sokszor halljátok, igen? Úgyhogy ezt nehéz megélni, meg hát talán a vereséget sokkal nehezebb megélni, vagy túltenni az embernek magát. Meg főleg azt, amikor már az ember egy karnyújtásnyira, vagy egy-két lépésnyire igen, van az alantól. Igen, főleg azokat a mérkőzéseket, amit úgy gondoljuk már megvan, vagy benn van a zsebben, és akkor hirtelen nincs meg, azt nagyon nehezen élem meg. De aztán nyilván azért kárpótolnak a gyönyörű szép érmek és a gyönyörű helyezések. Ti nektek vannak azért más címeitek is itt európailag, ugye? Tehát azért itt elég sok érmetek van. Most nem tudom, azért soroljuk el, légy szíves, hogy neked az ilyen nemzetközi Európa-bajnoki, világbajnoki eredményeidet. Hát én voltam 2 Európa-bajnok, 1 ezüstérmes, 1 bronzérmes, és most világbajnok. Lőrinc Viktor. Voltam 1 EB bronzérmes, 2 voltam VB bronzérmes, meg utánpótlásban Európa-bajnok. Lőrinc Tamás. Én voltam 3 Európa-bajnok, EB-ről van még egy ezüstöm, meg egy bronzom. Most VB-ről is megvan az első érmem, egy bronzérem, meg van egy olimpiai ezüstérmem. Ezek nagyon szép eredmények. Na most akkor kezdjük a Viktorral. Neked azért úgy a tudatodban ott van az, hogy te már azért a világ egyik legjobb birkózója vagy. Kicsit kell javítani ahhoz, hogy az olimpiai bajnok legyél meg. Igen, úgy gondolom, hogy ezek az érmek mutatják azt, hogy jó úton haladunk, és hogy ez az útnak a vége. Az oda fog vezetni, hogy ott leszünk, hogy Rio és még Japán, és az aranyérem legyen, de úgy gondolom, hogy ez még nagyon sokat kell dolgozni, és ez járható út lesz. Ezek az érmek bizonyítják, és tényleg jó otthon ránézni, és akkor az ember megnézi ezeket az érmeket, és akkor látja azt, hogy a belefektett energia, hogy tényleg mindjárt ott fünk edzőtáborba, a szülők, az edzők, mindenki segítségével, hogy itt van az eredmény, hogy most nézem ezt a VB bronzérmet, és remélhetőleg nézem majd az olimpia aranyérmet is. Hát ebben a sok Európa bajnokságban ugye az a rossz, hogy ez nem automatikus, ugye, hogy újra előről kell kezdeni az egészet minden évben. Ezt bírod így mentálisan, meg idegileg? Hát úgy gondolom, hogy igen. Jobban bírnám, hogyha a világbajnokságok is így mennének, meg az olimpiák is, de hát természetesen azért dolgozunk, hogy hasonló képen működjenek azok is. Eddig az volt a jellemző, hogy évelején mindig nagyon jó ment a birkozás, évelejére egy kicsit megfáradtam, de most hál' Istennek ezzel az új módszerrel, amit kitaláltunk, megbeszéltünk, ez úgy néz ki, hogy működik, hogy nem fogyok le egy évben olyan sokszor. És hát ehhez az is kellett, hogy jött egy köztes súlycsoport a 71 kiló, és hát így, mint a példa is és az olimpián is lesz, ugye? A 71 kiló? Nem lesz, azért fogytam vissza most 66 kilóra, hogy az olimpia szellemében jövőre a kvalifikációson is 66 kilóba induljak. Péter, a te párod, fiadnak édesanyukája rebesgete neked, hogy akkor Péter, most te vagy a világ legjobbja birkózásban? Nem, igazából nem is téma ez köztünk. Az biztos egyébként, hogy végig izgult az egészet, tehát igazából nem is akar tudni rólam aznap. Tehát mondta, hogy annyira izgult, annyira stresszes volt, hogy tényleg nem is akart inkább semmilyen infót. Tehát nem nézte végig a meccseket? Nem. És kifejezetten kérte is a többieket, hogy ne is mondjanak semmit majd a nap végén. De hát akkor a döntő előtt viszont halálos nyugalom volt rajta. A nap végén akkor meghallgatja a himnusz. Ez így jó tulajdonképpen. A tavalyi budapesti VB előtt volt egy ilyen bevezető mozi, és akkor tényleg mint egy nagyon komoly amerikai filmnek a főhőse úgy fordult be a kamerába a Tomi, ugye emlékszel rá, hogy ilyen komolyan. Te hogy bírtad ezeket a filmezéseket? Hát igazából végül is elviseltem, de nagyon jól jobban csináltad. Szeretem, hogyha nincs ekkora felhajtás, nem annyira vagyunk talán ehhez hozzászokva, sajnos. Jobb lenne, hogyha jobban felkapottabb lenne a sportágunk, és hát tényleg hozzászoknánk ezekhez. Hát sajnos nem vagyunk hozzászokva, ezért annyira, én úgy gondolom, mind a hárunk nevében mondhatom, hogy nem annyira szeretjük ezeket a dolgokat, de hát azért úgy gondolom, hogy ez is egy érdekes része volt a felkészülésnek, és hát elég jó sikerült is, úgy gondolom.
legyen a kapitány, aki elhagyja a hajót, ővé legyen az utolsó szó. Hogy azt mondják itt, hogy nem szeretik ezeket a szerepléseket, de hát akik ilyen jeles eredményeket érnek el, azok azzal megtisztelik a nézőket, meg minket is, hogy eljönnek és vendégeskednek. Ráadásul nagyon nagy élvezettel hallgattuk őket. Ebbe se kell parancsolni, mindenki azért tudja a dolgát. Van, amikor érzem rajtuk, hogy nem szívesen mennek, van ahova, vagy akihez nem szívesen mennek, de azért nagy többségben én szerintem maguktól is veszik ezeket az akadályokat. Ez ezzel jár, ami nem baj, ez a jó. Jó, akkor sokszor menjünk, sokszor. Jó, akkor Rio után az aranyakkal bejöttök ide, ezt megbeszéltük? Jó, oké, na, akkor nagyon szépen köszönöm. Bácsi Péter világbajnok, a mostani világbajnokságon Lőrinc Viktor ugye bronzérmet nyert, Lőrinc Tamás ugyancsak bronzérmet, azért ez egy különleges dolog, különben, hogy egy testvérpár egyszerre egy világbajnoksággal a virág tetejéről két darab érmet hoz, és Struhács Györgyöt is biztatom, hogy ő is segítsen abban, hogy majd itt az olimpiai érmeket, rajta hogyha vagy. Nem baj, hogyha valami eszköz kell hozzá, egy talicska vagy valami, amit majd behoztok. Úgyhogy drukkolunk nektek, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szervusztok a viszontlátásra, és köszönöm szépen a kedves nézőknek is. Remélem, hogy ők is még jobban megszerették a birkózást ez alatt az óra alatt, mint ahogy én is ezt elmondhatom magamról. A viszontlátásra.